Rádol a fal disznajra. Jézus ereje, hát nem szégyelled magad? Jaj, Mare, ezt nagyon beraktad. Nekem az a furcsa, tudod, hogy ennyire lúgás. Szevasztok, fiúk, mi újság van? Jobbra, Gyuri, még jobbra. Láttam. Hello. Egy knok. Hol? Még egy knok. Az kell. Egy kész. Jól lőtt, basztán. Azt nem találtam el. Nem volt jó. Megvannak, mehetünk tovább. Figyelj, mert ez most megindulok. Mondom én. Pisti, meg vagyok vadulva, és gól! Jó napot! Jé, a kurva élet. Basszeg, rendesen libabőrös lettem. Jó. Jön maga. Mekkorát fordulunk? Micsoda taktika vagy? Na most megkapjátok. Itt a tehetnének bármiről is. Na haló, sziasztok, szevasztok, srácok, üdvözlök mindenkit. Nagyon-nagyon sok szeretettel. Látom karba, te még vovozás közben is beköszönsz. Nagyon helyes, támogatom. Pozitívan szeretném ezt a viselkedés formát mindenféleképpen megerősíteni, hogy ez a jövőben is így maradjon, hogy a jáú Isten megtartsa remek szokásodat. Na, kicsit át kell szellemülnöm, mert el vagyok varázsolva. Rátaláltam a Jézuskára a Penny Marketben, úgyhogy ide vissza kell szellemülni. Ugye abban maradtunk, abban maradtunk, hogy ezt a várat fogjuk most itt hátul magunkével tenni. Bevesszük, mint a... Hát egy hasonlat jut csak eszembe, hogy ki hogy vesz be mit, de azzal most inkább nem élnék. Maradjunk annyiban. Kicsit vulgáris lenne, azt meg most nem nagyon szeretném. Na, most valaki jön-e be utánunk? Az itt a kérdés. Ott lent harcba keveredtek a fiatalok? Figyeld a tűzbaszót. Ezt amúgy... Mint beteg gyerek az algopirint. Az is jó. Nekem egy rossz kislány jutott eszembe. De ők miért küzdenek egymással, azt lehet tudni? Nem baj, nem is kell tudni. Ha írni nem tudsz én olvasni, úgyhogy megvan az egy pár abban a pillanatban. Miért van az, hogy szóval már mióta harcolnak és alig tudnak sebezni egymásra? Nézzek, ilyen 44-eket tud neki beütni. Gondolod, hogy ez lett az oka? Nem szimpatizálnak egymással? De amúgy baszok, milyen jól meg van csinálva, nem? Kár, hogy ugyanazokat a támadásokat nyomja. Úrá, mennek ketten, hallod? Fú, mit fog kapni, te jó Isten! Ilyen rálokolunk, akkor látjuk az életelejét. Hallod? A lovagunk még meg se sebezte a másikat. Szétbasszák. De nézzek, milyen piciket damage-elnek csak rá. Figyelj! Megvárjuk, amíg a másik is közelebb megy. Nem jó, nagyon eltávolodtak. Hú, nem adta ki! Jó, te kegyetlen volt! Ő miért él még itt?
akartam mondani, hogy új, de kegyetlen voltam. De annyira sajnos nem. Na menjünk befelé. Kint valami. Itt eljöttünk legutóbb, szerintem azt a részt megnéztük. Te ki vagy, barát? El se tudja idáig dobni. Lehet, hogy be kéne healelni, nem? Na még egyszer. Az mekkora volt, hogy beütöttük a farkas támadást, és pont ahogy becsapottunk, így fölöttünk kezdte pörgetni. Relátus pokoli pásztorbotja. Ezt meg kell nézni amúgy. Ja meg, na várjátok, támadt még egy gondolatom, ide fogjuk berakni. Olyan elvetemült gondolatom támadt, mint az állat, de mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan néz ki a gyakorlatban. Azt a 700 tarisznyáját! Fuck! Mi kell ez a fegyóhoz amúgy? Erő! Na várjál, ez egy strength fegyver! Ujj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 
Igen, egyébként az a gondolatom támadt, hogy két ilyen nagy karddal menni, de... Ez mit tudom, úgy van ezen valami? Oké. Okay. 156 plusz 88. Az nagyon nem tűnik rossznak. Mert nyilván ez még csak egy alapfegyó. Anyád, de jól néz ki. Fegyverkovács. Tud ilyet. Kicsit rövidnek tűnik. Mondjuk furi, hogy ott hátrafelé csapódik be. Ezzel gondolkodom most, hogy amúgy ezt érdemes lenne fejleszteni. Egy dolog nem tetszik ebben a fegyóban. Az abban itt valaki meg fog támadni. Úgy szét leszünk baszva ezzel a kalapáccsal, mint az állat. Nem látok tőle. Nézzétek meg, hogy kitakarja a képernyőt. De amúgy meg baromi jól néz ki. Kár érte, és tudnánk is használni, és szerintem ezt C-ből simán át tudnánk hozni A-ba. Ez tuti fix. A megfelelő esoforral. Így áll. Szerintem nem nehéz amúgy egyáltalán. 23,5 kiló. Na jó, nem könnyű. 23,5, viszont... fél kilóval nehezebb, mint a nagy kard. 3,5 kilóval, mint a királyi nagy kard. És amúgy kurva jó, csak tényleg basszus kitakarja a képernyőt. Az az egy gondom van vele, különben lehet, hogy megfontolnám. Egy kicsit a változatosság kedvéért. Sőt, ha nem felejtem el, akkor igazából viszont a nagy kard csak fejlesztve C. Melyik? A sima greatsword az nekem most A-ban van. Tehát ez most így, hogy rá van rakva ez a... az oroszlán karom támadás, ez a scalingben van erőre. Úgyhogy semmi másra nem scale-el így, csak strength-re viszont arra. Ami most van, az nyilván az CCD, de ugye ahhoz, ehhez a Royalhoz nem tudok hozzányúlni sajnos. Viszont ennél meg ugye az intelligence nyomjuk, mert a mágikus sebzést tudjuk vele tolni föl. Tehát ugye ez ilyen... sem fognak megtalálni.
Őt el van bújva valaki? Be van álcázva valaminek? Jaj, a nyomorult balondok. Vagy honnan jön ez a hang? Jött, ki vagyok fogyva, basszeg. Úgyhogy ez a Royale, ez nem lesz kimondottan tiszta strength soha. Viszont rohadt jól néz ki. És gyakorlatilag ez a farkas támadás, hát ez olyan bazd meg, hogyha körülvesznek, szétbasz akkor is mindenkit. Tüzes skorpió talizmán. Tüzes skorpió, ez a tűztámadást fogja tolni fölfelé. Megnöveli a tüzes támadások erejét, de csökkenti a sebzés semlegesítést. Hát jó lenne, ha lennének tüzes támadásaim. Re, itt jöttünk fel, nem? Hová megyünk innen? Meg miért van itt egy láda már kinyitva? Úgyhogy érdekes, érdekes dolog ez a fegyverválasztás, de összességében szerintem ez a fegyó most egy picit erősebb, így hogy vegyesben támad, mint a sima Greatsword. És Guten Tag, és ugye mind a mellett, mivel ez Intelligence-re is scaling-el, meg Strength-re is, jobban lehet scale-elni, mert ugye mindegyikben egy kicsit rányomunk. Ugye az elején jobban skáláz. Most valahol valamit elhagytunk, hogy ez a vár, ez ennyi volt? Meg kibeszélt, hogy nem fogjuk megtalálni. Még jó lenne tudni, az nem teljesen volt világos. Úgy meg kell keresni, akit hallottunk? Ja, viszont ki lehet próbálni ezt a kalapácsot is, egyébként van annyi kövünk, hogy felfejlesszük. De te megint nem értél még haza. Vagy nem is itt? What the? Itt jöttünk be, nem? Tehát ez ennyi ez a vár. Ennyi a vár tiéd, a legvár, és egyik toronyba se tudunk felmenni. De honnan? De nálatok még ma is suli volt? Vagy mi? A Fruzsi ma már itthon van. Hopp! No! Fucking way! Új, szegény kis barátom. Látod, én is kaptam 4 helyet, semmit nem raktam be. Ilyen érdekesek ezek a faerkélyek itt kívül. Akkor ez menjen még egyszer. Sajnos nem tudtuk a charge-ot betolni.
Amúgy nem is tudom ezt az egész szitut hová tenni, hogy feljövünk. Mindenki szét van baszva. Láda ki van fosztva. Tornyokba nem lehet felmenni, de mindegy, akkor nem is nagyon emlékszem, hogy akkor végül is ezt a részt ezt beparangoltuk, vagy nem? Hogy ide hogyan lehet bejutni? Ugye megnézzük. Az a rész, az pontosan most a hátunk mögött van, aha. Ja, ott tudom, hol vagyunk. Ugye megnézzük, szerintem azt nem jártuk be, meg van még egy barlang, amit be kell barlangolni. Jó, itt van a vár. Itt el tudunk menni a vár mellett. Ó, itt nagyon mennek a tűz mágiákok. Na figyeljetek! Fuck! Ez az Ash of War, hát ennél jobbat még nem láttam a játékban, bár nyilván sokat nem láttam, de... Vagy nem tudom, hogy az Ash of War, vagy ez csak simán valami skill, de... Rutko. Itt fightoltunk a nagy szalamandrával. Viszont ez csak... A pereme az egésznek, tehát itt valahol... Ja, ott... Ott van fent a nagy vár. A kurva élet. De oda hogyan lehet vajon felmenni? Hol lehet a behatolási pont? Persze ebben a játékban az a jó, hogy lehet, hogy nincs is behatolási pont. Hello, sorry for brothering you. Brothering. Igen. Promotion. Your channel. Esküszöm, elmegyek, azt most már veszek nézőket. Komolyan mondom. Karácsonyra, szülinapomra. Valamire veszek nézőket most már magamnak, mert annyira ajánlgatják itt folyamatosan. Nem lenne gyanús, nem sokat, egy 4000-et. Remete kunyhója. Itt volt a remete falu. Itt voltunk az előbb az ősi varázslónál. Jó, ezt egyszer megcsináljuk. Ezt a barlangot szerintem ugye nem, ezt ott hagytuk. Itt voltak a kaméleonok kint. Így még durvább néz. Mondjuk ezt is lehet csinálni, hogy egykezezünk. De kapod a tüzet, miért tűz? Sokkal világosabb van így, hogy nálunk van a fakje.
Ide kéne egy titokos fal. Ó, úgy beleütött, azt hittem, hogy az lesz, és megtaláltam. Fúj. Mi ez a trutymák? Jobb lenne itt szedni a lábunkat. A kurva életbe! Álljál már le! Nem érdemes ezt izélni. Üzelőzni. Gyakorlatilag senkit nem érdemes. Jaj, nem ezt akartam. Így meg sötét van. Úgyis be vagyunk mérgeződve, úgyhogy teljesen mindegy. Aj, hogyan esik pont rám? Hogy egy kézben nem visszafelé üti a másodikat. Állj le! Erre figyelni kell. Véletlenül tüzet köptem. Hús darab, már megérte. Ebből a barlangi mohából lehet valami ellenszert csinálni, vajon? Az erő helyett berakjuk a... a hílelőset, és akkor talán nem megy le a HP-n. De nyilván gyorsabban megy, mint ahogy visszatölt, kétszer olyan gyorsan. Hát így nem sokat ér sajnos. Ez elvileg tölt vissza a HP-t, ugye? Ja, ez megállítja. Pont annyit tölt szerintem. Olyan hangom van, mint hogyha szupercsillagharcos lennék. Hú, pedig elhittem. Merre menjünk? Ez gyönyörű volt. Besztekkelődött megint a méreg? Baj, megint fogalmam sincs, hogy hol járunk. Ú, de mindjárt beugrok közéjük. Visszafeléhoz. Ott van lent egy út.
nem jó. Így is jó lehet, nem pont így akartam. Gomba set? Ezt mindjárt megnézzük, baszok, be lehet öltözni gombának. Hogy? Ja, de várj, ez ugyanaz, mint ami ezeken a nyomorultakon van, nem? Annyira nem kell neki megörülni. Tartósító pirulák, ezek jók a méreg ellen? Nem igazán. Itt ugrottunk le. Ezt is erre nem jöttünk el. Ez egy mariska szobor? Akkor itt hatalmas fájtok lesznek? Be kell ugrani a gödörbe? Ezt is magyarázza meg valaki, de mondjuk a patkányok be tudnak mászni. Nem szorul komolyabb magyarázatra igazából. Ha jobban végig gondolom. Tudunk menni fel meg le, hát gondolom, hogy lefelé fog vinni a végcélunk. Golden rune. Egy gond. Júj! Azt a kurva életbe hallott, hogy egyszerre nyomtuk mind a ketten. Ez a cucc. Ez a cucc, ami nem tudom mi. Ez úgy néz ki, mintha valami alienes ajtókopogtató lenne. De mi ez, amit kaptunk? Amulett, amit kaptunk? Aha. A közelben lévő mérgezés, vagy rothadás megnöveli a támadó erőt. What the fuck? Nem tudom, mit jelent az, hogy a közelben lévő, viszont megy le a HP-nk. Hogy azzal valamit gyorsan kezdünk. Bár igazából mindjárt utazhatunk is ki. Valami loot esetleg? Hát jó, ez hülyeség voltam ugye eldobni. Csak a kíváncsiság kedvéért. Nem lehet amúgy itt elmenteni ilyen szetteket?
annyira mi. Aztán már annyi külsőnk van, gombafej. Gombatest. Gombakar. Gombaláb. Oda nézzél. Absolutely gomba. Ooh, I like that. Hogy néz már ki, nézd meg. Teljesen át van gombulva. Érdekes egyébként, nem tudnám mondani, hogy rossz. Mondjuk az se, hogy jó. Várjál, melyik hol, hol van? Nem tudom, hogy néz ki az övé. Itt van. Páncélkesztyű. Hoppá, nem láttam. Vladét. Itt van. Visszaöltöztünk Bloodsetbe. Akkor a kérdés az továbbra is az az most jelenleg, hogy ide vajon hogy lehet bejutni? Annyira adnám amúgy, ha ebben a játékban is lenne egy izé. Lenne valami lény, mint az AC-ban, akit így föl tudsz küldeni és meg tudod nézni, hogy milyen helyzet. Itt brutálisan elférne, mert most ez alapján kitalálni, hogy hogy lehet oda bemenni. Én amúgy megkockáztatom, hogy igazából sehogy, csak így valami, valami trükkös beutazás. De hogy így fizikai bejárat, az szerintem nem lesz. Mi az a hely? De tudné érdekelni ez is amúgy, hogy csak így ránézni, hogy mégis mi újság van. De várj, innen megnézzük. Innen ránézzünk, hogy mit, mit látunk ténylegesen. A vár felé fordítjuk orcánkat, pont a hátunk mögött van. Halló? Ezt már láttuk. Jaj, more. Azaz még egyet? Nagyon jó. Hát neked is hello valaki ír. És te hozott. És az ördög viszel. Oda kéne bemenni. Azt nézem, hogy itt nem lehet valahogy fel... felmenetelni. A várhoz. Nem tudom, hogy itt már jöttünk-e. Azok ez egy az egyben behoz. De nem annyira trükkös, mint ahogy én azt gondoltam. Ó, jaj! Jó napot, jó napot. Az van. Ezt a kicsit amúgy le kéne onnan kapni valamilyen úton módon, hogy ne zavarogjon. Szóval darab, ezt el lehet. Várj, ez mi kell? Ezt el tudjuk dobni.
De várjál, nem jó. Hú, de bazenek beagrózott rá nagy is. Jó. Meg kéne várni. Ó, basszus, hogy meg már kiszedtem. Nem akarok úgy harcolni, hogy ezek itt vannak. Jó, az így játszunk? Miért ilyen lassítva tüzel? Ez mi? Benti, de van lassulva minden? Hoppá. Menjünk. Azaz. Jó, hogy ez ennyi? Nem volt valami kemény. De én meg itt be voltam fosva, mint az állat. Várjál, rossz gomb. Basz meg. Ez megint egy rohadt labirintus lesz. Oldalt semmi. Ilyen helyekre mindig rejteni kell valamit. De megnézzük a másik felét is. Tök érdekes amúgy, hogy egy térképen annyira nem látszik, hogy itt van a fő bejárat. Na, ez itt a vulkán birtok, ki nem találtam volna amúgy. Na végre egy asztal, ami elbír. Na várjál, tudunk vajon szintet lépni? 8-as, 7-es, 6-os, biztos, hogy nem. Azt a kurva, neki milyen szettje van? Akkora... Jézusom, ekkora az a kard. Na csá! Milyen kora érett vagy, azt mondja? Fascinating. And not unlike another guest we had long ago. So tarnished. Have you ever harbored doubts about the burden of grace and the dogmatic ramblings of the fingers? If you have, why not join the Volcano Manor and fight with us, rise with us? Against the Erdtree. Most ilyenkor... Ezt soha nem tudom ebben a játékban eldönteni. Most csatlakozzunk, vagy ne csatlakozzunk? Tehát ez ténylegesen számít bármit is, hogy csatlakozunk-e? Vagy... Ez csak egy küldetés, amit felvehetünk. Your decision is most welcome. Now you belong to the Volcano Manor family. The drawing room lies down the hall. Make yourself comfortable. I am Tanith, the proprietress of this house. An honor to have you. Társalgó kulcsa. Vagy ez tényleg ilyen, ezek ilyenkor questek csak?
Már ide behuppanunk. Adhatott volna egy 30 ezer runát is. Annak jeléül, hogy mennyire örül. Annak ellenére, hogy itt mindenhol izzó láva van kint, bent elég sötét van. Na, úgy hangulatos kis vityilló. Meg is baszott. Az kemény volt. Nem nagyon hagyott hílelni. Mik ezek az inquisitorok? Na, menjünk csak vissza. Megszóljuk halára. Mikor bejön megint amúgy? Hogy most már nem is jön, aha. Vagy de? Nulla damage. Köcsög! Na és megkaptuk a kerekét, a gízai ferde kereket. Ami annyira nem izgat fel, megmondom őszintén. És merre kéne itt? Tovább lippenni. Hova kell a kulcs? Vagy ez lejjebb volt? Vagy eljöttünk egy ajtó mellett? Ugye a társalgónak a kulcsát kaptuk meg. Vagy ahhoz nem kellett volna feljönni? Mit mond? Azt mondta, hogy a... folyosó végén, vagy nem? De azt mondta, hogy a folyosó végén. Úgyhogy gondolom, itt lesz majd a... Nem, ez a társalgó. Dolog, hogy mindenhol hullák fekszenek. Vagy ez a kulcs, ez több helyre is jó. Milyen érdekes, hogy van több társalgójuk is ugyanolyan zárbetéttel, vagy zárral. Ez ki? Isten káromló új. Halló? What in heaven's name are you doing here? The Volcano Manor is a pit of recusants who spit at grace and hunt our own kind. I hope you understand the weight of my words. A persze, hogy értem. As long as you understand what you're saying. I thought you were tarnished, bred by virtue. Perhaps playing that part led you to your doubts, I wonder. But know that the path you walk is blasphemy and leads only to a miserable death. Before you consider hunting any of your own kind, think on that. This blasphemous path leads only to... Before you consider... Jó, hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy tudom, hogy mi az Isten bánatáról beszélt itt nekem. Ez az ajtó, ez ugyanaz, nem? Ez nem ugyanide fog visszahozni? De ott ül a fiú. Jó. Hogy fogunk itt tovább haladni, itt a kastélyban? Ez ugye nem nyílik. Teljesen el van zárva.
Beszélünk megint öreg anyámmal, hogy mi a bánat van vele. Did you read the letter left for you? Nem. The volcano manor desires you enact. You will be compensated once the deed is done. If you are loath to hunt your own kin, so be it. But you must leave this house at once. This is a war against the Erd. We have no place for the meek, nor the luxury of keeping clean hands. Most nem tudom, hogy számít-e bármit is, most le kéne vadászni a saját faj. Én nekem még azt sem tudtam feldolgozni, hogy mi is az a saját fajtánk. És mitől szennyezett itt bárki is? Hol kéne itt megtalálni a leveleket? Egy írott kérdés a vulkán birtokról, mondjuk, mert van az, hogy szennyezett neve olvasható. István Vén Lovag. Ez lehet a Jansin. Imgrében találtad meg őt, pontos helyszínek nézd meg a térképet a lévő vörös jelet. Jó, hogy rákerült a mapra, Limgrave kezdő terület. Hát nem tudom, hogy oda hogyan tudunk. Hogyan tudunk oda eljutni? Hopp, viszont egy másodperc türelem, mindjárt érkezem, jó? Egy pilcsi türcsi. Na, ne dumáljon, kedves Anshin! Itt is vagyok, csak vettem egy új elektromos autót, és meg kellett néznem, hogy feltöltötte már. Ez az igazság. A gazdagok minden napjait élem. Szétüt, bazd meg! Pofámról leszakad a bőr. Na,
hol vagyunk? Eddig volt. Hát nem lehet mindig minden jó. Állandóan csak a panaszkodás és az elégedetlenség. Közben látod itt milyen viharos idő van? El kéne menni egészen hátra. Inkább gyere te is, este elvileg játszunk Pistivel. Addig nem tiltják el a számítógéptől. Töltsed le addig a Fortnite-it. Végre visszatérhetünk a legendás gameplayekhez. Valaminek a... Ja, nem, ezek szobrok a hídról, nem? Nem? Aha, jó, megjöttünk. Itt van öreg István, vagy hogy hívják? Ezen a misszen, igen. Az erdő mélyén? Egy lovas kocsit? Ha lenne valami screenshot is róla, még jobb lenne. Vagy egy videó. Itt van a Vén István. Meg kell idézni? Mi a bánat van itt? Megszárad István Vén lovag világ... Ja, hogy így... Aha, jó, várj, megszálljuk a világot. Nem nagyon értem, hogy mi történik. Die, István, a vén lovag! István a vén lófasz. Ez volt Enshine. Nem lovas kocsi? Hát én tudom, hát én nagyon csóró vagyok. Pikkelyezett páncél. De jó. Ja, ez a vashazós kocsi? Na, az kurva jó lehet. A vashazós kocsi. Hova bánatba megyünk? Ide. Elvileg most megjutalmaznak, mint a kurva élet. Remélem meg kell küzdeni ezzel a nagy lovaggal is, kell a cucca. Isten káromló vagyok. Nagyon jó. Magma ömlés. Korai magma ömlés. Hát dehogy nem jutott volna eszedbe is jutott. És ennyi? Várjál most... Tisztázzunk már valamit. Most ez, itt van ez a kurva nagy birtok. Nem lehet bejárni, ez ennyit tud az egész? Hát figyelj, akkor mivel bemocskolt a hölgy, mi lenne, ha szétütnénk? Szét lehet? Ja, itt nem lehet bent fájtolni. Ú, basszus. Eregetsz. Jó, hát akkor... Puri, de jó. Akkor végül is mondhatjuk, hogy ezt ki maxíroztuk. Hát szétbasznám azt a hegyomlást is a picsába. Hát vele szeretik megfájtolni. Hát kemény vagyok, tudod. Mint az vidia, mint az vizes vatta.
Viszont itt megint bajban vagyunk. Na most akkor, most jönnek a gondok. Hogyan megyünk erről a területről tovább? Itt voltunk legutóbb megakadva, hogy itt be vagyunk záródva. Mondjuk azt megpróbáljuk. Érdekes, hogy erre felfelé hoz. Ott megint valamit nem látok, vagy nem tudom, mi lehet. Ugye megnézzük, hogy itt alul tovább tudunk-e lovagolni erre észak-keletre. Itt kéne elvileg. Ja, itt kéne végig nyargalászni. Sőt, ez itt maga az út. Nem emlékszem, hogy már néztük-e. Közel. Ja, de hát erre voltunk már. De nem jártuk be az egészet. Körbe kéne a szélét nyargalászni. Ennél nem sokkal lejjebb jöttünk, vagy nem sokkal jöttünk ennél lejjebb már itt. Az a farkas szett amúgy rohadt jól néz ki. Kár, hogy nincsen oroszlános. Az a baj az oroszlános tucokkal, hogy azokat kurva nehéz jól megcsinálni. Egy farkast vagy egy tigrist sokkal könnyebb ilyen méltóság teljesre megcsinálni. Uha! Egesedés veszély. Hú, ennek nagyon sok HP-ja van. Mondom. Most ebben mibe haltam bele? ezer rúna. Na várjál. Akkor azt mondja, hogy felszerelés. Mágikus, tüzes, villám. Nem fizikai sebzés. Ezt be kell rakni. A fagyás az nem fizikai sebzés, ugye? Tehát ez egy jó gondolat, hogy az fagyás ellen jó lehet? Egyenesen a rúna felé megyünk. Ezek a csikánk valószínűleg kurva jók. De itt nem bírunk lemenni. Nem fér el. Az elképesztően sok HP-ja van annak a rohadéknak. Azon gondolkodom, hogy ha ilyen fagyasztós, érdemes lehet bármilyen szinten nekiállni, bohóckodni mondjuk a fákjával? Lehet, hogy most felvesszük a rúnát, és eljövünk, és mi lenne, ha megtartanánk a fákját másodlagos fegyónak, és fölhúznánk, amennyire csak tudjuk. De ez a tüzet biztos, hogy mocskosul kapná. Így a vicc kedvéért.
Na már ott volt valami jó kis loot. Milyen drámai zene van a sárkányhoz. Mert ezt mindjárt meg is nézzük. Már amúgy kurva jól lehetne azzal a fákjával is operálni. Ha sebezne is valamit. Lélekhangolás. Jó, nem tudjuk hangolni. Ezt mindig ugyanarról a dologról beszél, nem tudom miket hall. Na, hadi felszerelés erősítés. Azt mondja, hogy 64-27-ben van. Hát nem lett valami elképesztő. Az a baj, hogy most más fenyót emiatt nem fogunk tudni húzni. Viszont feltoltuk 128 plusz 72-re. És... ja, az a baj, hogy dexre, meg erőre szkélel. Kíváncsi, hogy így mekkora tűzsebzést tudnánk okozni. Egyrészt... nem... ja, most kö... jó. Hát itt lehet, hogy... lehet, hogy kéne eladnunk ezt-azt. Valakinek, hogy legyen egy kis lóvénk szintet lépni. Beszélünk itt az ikrekkel. Sőt, mit tudunk vásárolni? Vagy nincsen eleve harangnyelv nálunk? Véletlenül? Hogy ne lenne? Jó. Már egy kicsit szétszedjük, hogy jobban lássuk. Jó, ilyen pouch kéne még, ilyen erszény. Jó, és itt nála nem lehet eladni. Kivel lehet itt amúgy kereskedni? Valakivel biztos lehetne még itt. Kéne mindenféleképpen szintet lépni. Vagy mi van itt? Ja, ott a térkép, igen. Minden szintet lépni, hogy ne bukjuk el ezt a rengeteg rúnát. Hát az a... nem tudom. Mi legyen most itt? Ezek a szarháziak álljak le küzdeni. Anyád, ez fáj. Jujjúj, mennem kell, bocs srácok. Evattok, elnézést kívánok. De azok lemerült a fejhallgatóm is, nem hiszem el. Megnézzük azt a sárkányt, tehát lényegesen többet sebzünk, mint mindez idáig. Hol van a sárkányom? Valahol bent a fagyos ködben? Aha, itt lesz hátul.
anyád, ezt kaptam. Tök, hogy ilyen fehér és látni se látom, hogy hol van. Kardnak a támadásával. Állj már le! Nem száll le megint, bazd meg! Meghaltam. Mitől kaptam a folyamatos fagysebzést? Vagy nem annyira érzékeny a tűzre, mint én azt gondoltam. Itt az a talizmán, ez egy... darab kaki. Fagytöltöttséget csökkenti. Hát az majdnem jó, de mégse. Az a baj, ilyen kéne. Ilyen sebzés semlegesítésre, ilyen fagyásos. De olyanunk nincs. Tudunk-e barkácsolni? Valami hasonlót. Várjál, barkács alapanyagok. Hol vannak a könyvek? Azokat le kell adni, nem? Hogy azokat felvesszük, akkor automatikusan tanulunk új recepteket? Igen, fókuszpont, sebzés... felerősíti a bajtások. Aha, hát nem annyira jó. Lehet dobálni. Várjál! Tüzes sebzés, erős tüzes sebzés, erős tüzes sebzés. És ez mi? Ez használható tárgy. És ez meg ilyen fókuszpontos cucc. Nem lehet barkács, mert nincs elég rituális edény. Aha. Érdekes. Az a baj, addig nem leszünk előrébb, amíg nem bírjuk a fagyást talpon kihordani. Mert mindig a fagyás vissza, a fagyás immunitás kéne valahogy. Ez most mellé ment, hogy ezeket nem lehet szétütni? Hol van egyáltalán a sárja?
most egész jól kapta. Gyere egyet. Kelj fel! Anyád, ez fáj. El is vitt, bazd meg. Fél HP, pedig most nem mentünk, nem ment olyan rosszul a dolog. Az elején nagyon jól elmegy a HP-ja, aztán nem tudom mik ezek a brutkó fajt támadások. Ezt is dobjuk a bánatba. Gyakorlatilag egy alapszart se ért. Azt nem tudom, hogyha a leidézett utánzó könnyem meghal, vissza tudom idézni fókuszpontért? Vagy életerőért? Igazából életerőből megy. Kíváncsi vagyok, hogy elbírunk-e vele. Azért nem szoktam azért való életben sem sárkányokkal küzdeni. A baj van velük. Remélem bírja a könny a tempót. Nem eltűnik egyszer csak. Mind a ketten. Tényleg utánzó könyv, ugyanolyan bélen csinálja, mint én. Erünk táltós futás. Ne menj el! Anyád mindjárt kinyír. Mágikus támadásra nagyon érzékeny. Sokkal érzékenyebb, mint a fizikaira. Na, igyál, igyál, igyál!
Aj, de jó lenne kinyírni, de nagyon szopat. Gyerünk! Persze, hogy nem kapta meg. Én viszont igen. Na, ebből szoktam halni, ha ebbe benne vagyok. Na, ez létszi, a mágikus hadd menjen be! Gyerünk! Nem jó! Kifogytam, bazd meg. Pedig meg lett volna. Egyszer kéne közel jutni. Ott is van. Ott is van. Bam! Bam! Köcsök sárkány. Hol a sárkány szívem? Egy új sárkány erő érhető el. Ott is van, megcicáztuk. Meg kéne nézni amúgy ezeket a sárkány erőket, bár nem tudom, hogy én így tudnám-e használni. Hol vagyunk jelenleg? Itt. 153 000, te jó Isten, mennyit kaptunk érte? Kellett volna baznak betolni egy csirkelábat, csak soha nem tudom, hogy kiért mennyit fogunk kapni. Ebbe biztos, hogy nem kötünk bele ebbe a Homéroszba. Úgy, hogy szétkapna. Itt van a torony. Aj, kell nekem is valami animációt. Bár sehol nem szoktam csetelni igazából. Nálam mindenhol annyiból áll a csetelés. Beköszönöm. Meg elköszönöm. Úgy meg az animáltakat csak előfizetők tudják használni, nem? Szent könyv. Szent könyvből elég egy is, nem? Uh-huh. Kovácsolók ő. Mondjuk én szerencsőségek, mert magamnak csinálom, nem másnak. Ja, nem tudom, én értem a szerencse faktort ebben, megmondom őszintén. Ha másnak csinálnád, akkor még pénzt is keresnél. Az milyen mázli lenne, nem? A fejhallgató basszus fányított, lemerült. El is felejtettem. Bedughattam akkor a másikat. Na várjatok, hát ne legyünk buták, gyerekek, mindig kérek mindenkit, ne legyünk buták. Don't be stupid. Szintet kell lépni. Na de most akkor azért kéne rámenni, nem? Azt beszéltük, szintlépés, intelligencia. Mert mennyi kell? 85-87. Akkor kéne jön 173 000, ugye? Hát talán, de nem, pont nem lesz meg. Rámegyünk arra a homárra mégiscsak.
Most már van heal, meg minden van. Támadás! Köszönöm szépen. Nem is lovagolnék. Úgy értem, azért rakom be, hogy én használsam. Úgy, igen, amúgy jó. Ilyen szempontból, yes. Na, szintlépés, nézzük. Intelligencia. Kettő pontból kapunk ötöt. Az erőre teszünk. Akkor kettőt kapunk. Így pörgetjük az intelligenciát egyszer ehhez a fegyóhoz. Ugye a fizikai damage-ünk nem fog nőni, viszont a mágikus igen. Ez milyen jó szág itt. Szó szerint feldobta a pacskert. Fuck! Na nézzük, mi jót falatoztak itt. Figyeld, 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 de keménybe van. Kiskutus. Jó. Van egy lélekugró, ha jól láttam. Gyorsan meg is jelöljük. Megjelöltük? Meg. Feljöttünk ide valahová, de mi lett volna, ha... Ha nem jövünk fel. Anyád. Majdnem kinyír. Jó volt ez a jószág. Hát a buszozás örömei. Érdre, te kutya! Hát általában így szokott lenni. Össze-vissza megy a duma. Kettő ütés, kettő. Hova mész? Nem halt meg. Jó van, de... Hadd higgye. Hadd higgye, hogy tudja.
Igen, amúgy olyan kellemetlen ezt ilyenkor hallgatni, nem? Jobb lenne nem is hallani az ilyet. Annál már csak az a legjobb, amikor te beszélgetsz valakivel és amúgy beleszólnak vagy idegenek. De hol vagyunk? Itt jöttünk volna fel, amúgy alapvetően, hogyha ott az ugrót használjuk? Ja, hát nekem aztán mondhatod. Én nem szálltam volna vele vitába. Megnézzük ki az a csávó. Megisszuk a varázsitalt. De megpróbáljuk szétszpemelni a farkas támadásával. Anyád, kettő ütésből megütött. Pedig jó volt, csak elfogyott a fókusz. Aha, nyilván így van ez Runárka, én is így tudom. Azon gondolkodom. Megnézzük, hogy hogy bírja a tüzet. Ez behílelt? Most hílejébe csicska gyász! Sárkány csapás. Villanyom a csisak. Most azok eltöltődik, nem tudom megnézni, miket kaptunk. Jó, viszont ebből már lassan tudunk lépni egy szintet. Ja, és közérdekű közlemény, ha valaki szeretne magának távirányítós driftautót, ajánlom mindenki figyelmébe a Penny Marketet. Most! Gyorsan rohanni! Utni, rohadni, szaladni! Ha bementünk a Pennybe vásárolni, ezt, azt, amazt, basszátok meg! Én nem tudom nekem mikor volt utoljára távirányítós autóm, de nem tudtam ott hagyni. Hát nekem soha tervem, de én szerelembe estem. Amúgy is nagy Audi párti vagyok. És egy S1 Quattro e-tron. 8000 forintért. Raktam fel amúgy izére is képeket, ha valakit érdekel egyébként DC-re. Eszméletlenül jól néz ki.
ezzel pont meg is lesz a szint. Azaz. Ilyen, Kata amúgy kiröhög, mert izé. Szerintem halálgagyi, esküszöm, én nem tudom mikor éreztem utoljára ilyen zsongást. Nekem nagyon tűzbe hozott. Anyád, miket idéz ide alá? Átugrottam a támadást! Amúgy kicsit ilyen furi. Kicsit ilyen furi a dolog, mert amúgy nincs háza egy ilyen... Egy ilyen, én nem is tudom, hogy mi ez, valamilyen sajtól műanyag váz van csak rajta, de kibaszottul jól néz ki. Pont nemrég néztem amúgy róla videókat, ilyen kemblokkos videót, ugye a Hunigan Quattro-ról. Valahol Mexikóba csapatták vele. Annyi baj van vele, hogy nem adtak hozzá gumikereket, csak drift kerekek vannak sajnos hozzá. Miért ennyivel erősebb, mint a másik ugyanilyen volt? Nem jó, beszorultam, meg fog baszni. Mondom én. Na gyere ide! Kösz. Úgy kíváncsi lennék egyébként, hogy gumikerekekkel hogy tud menni. Én nem tudom, baszik, olyan fordulatszámon pörög, nagyon, nagyon vicces egyébként, ahogy fötör. Baszott jó, 8000 forintért meg végképp. Nem is tudom, baszik, Pepco-ba nem lehet 8000 forintért távirányítós autót venni. Ott vitatkoztunk Fruzsival, basszus, hogy izé, kié legyen. Már megállapodtunk, hogyha hoz neki a Jézuska egy másikat, akkor megtarthatom. Egyébként én nem néztem árat, amikor hazajöttünk, akkor néztem, ilyen 20k körül megy. De amúgy egyetlen egy darab volt belőle. De mondjuk én nem is azért vettem, mert távirányítós. 8000 forintért az megveszem, azt kirakom a szekrényre és nézegetem meg. Nem sok minden amúgy mozgat meg érzelmileg. De ez az autó, ez igen. Júj, de kapják! A rohadt tűzbaszók. Kéne csinálni amúgy, bassz meg, ilyen videókat róla, így lassítva, hogy driftel. Te mit csinálsz? Gyere le! Gyere le! Mit tudnék én ott ezzel fönt kezdeni? Valami izét rakunk be, valami eldobhatót? Háború hanvai proletárus roham. Ja, hogy ezt bármire fel tudnánk tenni. Oké. Ilyen volt a bácsinak a fegyóján az előbb. Mert hogy ott egyből van mondjuk akár meghajtás, meg minimális szervói repülőt beköt a programozott távra. Ja.
Ahogy így gondoltad. Ja, ezt csak mondom, hogy 4 kerék meghajtás van ám. Ja, úgy azt higgyétek, hogy nem. Anyád, ez egy gerinc oszlop? De nagyon, nagyon vicces amúgy, mert iszonyat fordulatszámon megy ugye, hogy ne tudjon tapadni. Azok halottak, akik ott érdepelnek? Egy baj van vele, van egy előnye, az, hogy lítium aksi van benne, meg egy hátránya van, hogy bele van építve az aksi. Tehát nem lehet sajnos izét belerakni szeruza aksit. Hogy így lemerül, akkor belepattintasz egy új készletet is mehet tovább, hanem szét kell ahhoz buherálni. Meg azt hiszem 3,7 voltos aksi van benne, egy darab lítium cella. Azt kell megpippelni. Na, das ist térkép. Viszont azt még mindig nem tudjuk, hogy ide miért hozod be a játék. Most itt vagyunk, és ez lesz a végcél? Ott van valaki. Jó napot, jó uram! Miért van egy lyuk a hasában? Olyan éhes, mindjárt kiukad a pocakja. Várj, mert nincs izénk. Nincsen manánk, ahogy Parma mondja. Ez mindjárt bever még egyet. Meghalom. Mi volt, összeütöttünk? Így többre megyünk szerintem. Farkas támadással. Mert ez a jelölő, ez véletlenül fent maradt. Hallod, végig mögötte tudtam maradni, de durva! Basz meg, ez valami dupla készfej már. Ennyi az idő? 3 óra 7. Nem tudom, elvileg este lesz Pisti is. Anyának. Álljál le? Ide. Várjál, itt jött. Ja, itt le lehetett volna egyből. Tehát ha visszamennék, talán le tudnék menni máshol is. Bár mondjuk tök mindegy, hogy hol megyünk le. Ezek az óriások miért vannak itt elpusztulva?
Azaz. Ez kurva jó, hogy kapok vissza flaskákat. Ez nagyon kellett a játékba. Nem lehet ezeket életre kelteni, ha szétütöm? Vannak kövülve teljesen. Ott ül fent egy. Az ott van hátrébb. Becserkészszük. De őt kivégezni nem tudjuk, viszont vagy a tráverek kettőt. Figyeljed. Vagy nem. Stamina. Ügyesen szopatott. Nem mondjak. Ez a sok kard itt amúgy a földbe szúrva. Imádom, amikor kettőt tudok megütni. Kovácsolókő. Ott lent? Már jártunk? Onnan jöttünk? Hol van? Aha, igen, ez a legeleje. Itt szopadtak azok a nagy rohadékok. Jó, akkor eljövünk vissza. Ott a szakadéknál akar fájtolni, az se normális. Nem is jön? Azt hittem megküzdünk. Senki? Érdekes. Na lássuk, mi ez a hely. Tudom, hogy ezért lehet még találni. Talizmán erszényt vajon? Most 4 van. Ulajna, ha lehetne 10. Így kezdésnek. Óriás hódító hősír. Bazdmeg, megint a kurva hősír. A bánat megeszi a hősírokat. Hány kell bele? 1.
Nézzük, mit kapunk a kulcsunkért. Láng védelmez. Nem tudom mi ez, valami igézet, de ilyet... Ilyet tudtunk volna kivenni a izéből is, nem? A sárkány valami cuccból. De jó lett volna, a hátba tudjuk szúrni, nem? Az a másik talizmán se vágom, hogy amúgy annak hogyan kéne működni, ami googolás közben elrejt, mert nem annyira voltam rejtve. Most mondja el nekem valaki, hogy az ott szemben, az Hello Kitty, vagy Mewtwo? Vagy Mew? Nem, Mew az kicsi. Mewtwo vagy Hello Kitty? Hátul is ott vannak azok a köcsök is. Ja, ez az a büdös macska. Ezekkel nem tudok megküzdeni? Várj, ezekkel nem tudok harcba szállni, amíg ilyen árnyalakok? Anyádat! Úgy megszúrtak, mint valami rossz castingon lennék. Hopp, ez már meg van testesülve. Aha. Anyádat basszál szét, hát nem hiszem el. Erepkedjél! Gyere te csira! Jó, ez a durva, hogy itt még mindig vannak új dolgok a játéknak ezen a pontján is. Itt megint van olyan elem, ami idáig nem volt. Tetszik. Térdre! Ha mondom! Hú, bazzag, azt hittem mellé ütöttem és megpörkölődök. Ezek nem köpnek? Fel lehet menni, vagy onnan majd le lehet jönni, vagy az mi lesz? Láttátok? Az fölment egy másik plachoz. Hello? Van ott valaki? Cink volt. Lángbúzogány. Very good. Aha, ide. Ezt láttuk, ő a mester, aki mutatja mindig a titkos utakat.
Ja, ide tudtunk felsosolni. Itt egy lyukas hasú harcos. Elvileg itt bent nem nagyon támad meg senki, nem? Ide csak bejövünk. Most velük mi a bánatot kezdjek? Azt hittem vissza kell őket csalni oda középre. Kösz. Remélem ezért szúrnak hátba mindjárt. Itt beugrunk. Kurva életbe! Most fel tudunk menni. Erre. Senki nem ugrik rám? Jó. Az ki fog nyílni? Az egy nagy fa kapu. Nyilván ez itt le van szakadva. Benézzünk a lift alá. Nem lehet az alá benézni. Vagy? Azt a kurva. Jó. Most ilyenkor mi van? Van a szenti jelölés. Viszont a másiknak a lámpája nem vetített ilyet. Várj, itt a kar, ezzel tudjuk felhúzni. És akkor itt lesz a fight. A nagy gólem vagy ki a bánat ez. Várj, adjatok egy pilcsit. Mindjárt jövök egy pillanat.
Yo, I'm back, boys! Még ezt a izét megcsináljuk amúgy, srácok. Ezt a sírt, aztán szerintem én dobbantok is. Na gyere te! Húha! Elkezdte szedni a lábát, és akkor ő itt meg fog torpanni ugyanúgy. Erről nem volt szó mondjuk. Ilyen távolsági támadások is lesznek. Nem hajlandó feljönni? Most vele hogyan harcoljak? Na gyere, tesó! Gyere már, tesó! Nem jön ide be? Valahol kinyílt egy nehéz ajtó. Ezt már ne... lájkolom, testjáim. Jó. Mondjuk azt a nehéz ajtót még sehol nem láttuk. Ez nagyon aljas volt, hogy nem akart kijönni. Ja, ez volt a nehéz ajtó. Mariska szobor. Senki nem akar hátba verni, és akkor menjek be boss fightolni. Nulla HP-val. Hát jó, köszönöm szépen. Nincs itt valami, ami életerőt ad. Mindegy, meghalunk, akkor innen fogunk tudni igazából jönni. Tudja, ez a... Ja, nem a makákó van, pedig azt hittem. Tudtam, hogy pont bever. Majdnem jó volt amúgy. Egy hillel már easy win. Most kövére simán megvan. Nem volt egy erős ellenfél. Az igazság. Még izét is simán le tudnám idézni. A könycseppet.
De ez már nem kell. Állj le! Oda nézd, micsoda zamormaszk. Páncél. Karpe... Ez mondjuk jól néz ki. Karperec az jól néz ki. Hát ez brutális. Tényleg az a durva, ez a mágikus sebzés, hogy egy területre sebez. Beugrasz egy ilyen négy fős bagás közé, szétkapja őket. Nagyon jó ez a kard. Jó, akkor itt voltunk, és azt mondja, vagy hogy nem. Voltunk a katakombában is? Hol vagyunk? Most itt vagyunk a gödörben. De a 132 000-ünk, ha most nézem. De hogy van most itt a térkép? Honnan jöttünk le, nem? Ezen a kőfalon sétáltunk át elsőnek. Eljöttünk erre körbe, itt fel, itt átsétáltunk. Akkor lejöttünk ide. Ez azt mutatja, hogy arra menjünk, ez meg azt, hogy arra. Most akkor itt... Ez mi? Ez hová mutat? De valószínűleg a jobb oldalira kell menni és megindulni dél felé. Én most már nem tudom, hogy hol vagyunk. Tudom, ezeket a romokat megnéztük. Ó, bazd meg, ügyességre tettünk intelligencia helyett. Oh, fuck. Ja, ez teljesen máshol van. Innen kell menni. Nem tudom, ez mennyi pontot ad? 42.300-on vagyunk. Azért ezt megérné farmolgatni, nem? Ezt basszus... Simán szét lehet ütni. Innen hogy kerültünk oda, ahol az előbb voltunk? Két ütés, majdnem 2600. Itt valahol leereszkedtünk. Az mi ott fent? Ez a madár, ez egy köcsög. Örülnék neki, ha hátba tudnánk kúrni. Ki az? Mi az?
még egy ilyen madárka. Basszus, mondom, ezek köcsögök. És bejött egy harmadik amúgy. Ide eljövünk feljebb, megkeressük a következő részt, és akkor szerintem én el is távoznék. Remélem ezt ugyanolyan simán ki tudjuk nyírni, mint az előbb. Hogy tapossan. Az a baj, most ott van vagy 70 ezer rúna. Pont az első izé, madár orra előtt van. Az egyiket lenyomom, rögtön jön a másik. Pont rajta ül. Ott van fent a másik. Illesen elosanunk. Ne agrózzanak be. Ez egy barlang itt fönt? Anyád, milyen fájtok mennek ott. Hallod, egyesével bevert az ujjaival. Szerintem az csak valami madárfészek. Ezekből amúgy sokat ki tudnánk farmolni, ha leállnánk velük fájtolni. De nem fogunk. Nagyon sok időt elvinne. Anyád, mekkora kéz. De jó felé jövünk. Kezet figyelembe véve. Küzdjünk meg vele? Várjatok, lépünk egy szintet. Az előbb már úgyis egyet félre léptünk. 92-115.
Nem nagyon tudunk. A kéz olyan akkor is bezuhan, hogyha... ne jövünk. Az kire támadott, vagy mi van vele? Azt hittem el tudunk pont ugrani. Futás! Oké. Na, és akkor itt a vége, srácok. Lépjünk egy szintet, és majd innen fogunk akkor tovább menni. Illetve este elvileg... ha minden igaz, nincsen fix időpont, csak hogy este elvileg jön Pisti, aztán valamit nyomunk. Nem hiszem, hogy Remnant lesz porondon, valószínűleg fortizunk egy jót, remélhetőleg másfél óránál. Hosszasabban. Úgyhogy srácok, akkor egyelőre ennyi. Köszönöm, hogy itt voltatok, addig is további kellemes délutánt, amíg vissza nem térek én is, és vissza nem tértek ti is. Nagyon ügyesek, nagyon jók legyetek addig is. Vigyázzatok magatokra, szevasztok!